A szlovén Tadej Pogačar állt élre összetettben a Tour de France 20. szakasza után, és ezzel gyakorlatilag megnyerte a francia körversenyt. A szombati időmérő futamon megelőzte a sokáig vezető honfitársát, Primoz Rogličot. Roglič 11 napon át viselte az összetett versenyben vezető pozíciót jelző sárga trikót, és a 36,2 km hosszú időmérő szakaszt 57 másodperc előnnyel kezdhette meg Pogačar előtt. A 21 éves Pogačar drámai küzdelemben végül majdnem 2 percet vert Rogličra, és ezzel az összetettben második helyre szorította a verseny favoritját. Pogačar azzal is történelmet írt, hogy egyszerre viselheti az összetett elsőséget jelentő sárga, a hegyek királya névre keresztelt pöttyös és a legjobb fiatal versenyzőnek járó fehér trikót. A 3 hetes körverseny utolsó szakaszán vasárnap 122 kilométert tekernek a kerékpárosok Mantla Zsoli és a párizsi befutó között.